Tánccal és énekléssel is készültek a Gáva Vencellői gyerekek. A településen új bölcsöde épült, ez az első ilyen önkormányzati intézmény, amelyre a község vezetése szerint évek óta nagy igény mutatkozott. 2019-20-ban, amikor láttuk a települési szintű vállalkozói szférán, hogy munkaerő hiánnyal küzdenek, akkor fogalmazódott meg komolyan a képviselőtestületben, hogy bölcsöde, óvoda, akkoriban volt átadva az új óvodánk, tehát hogy bölcsödét is muszáj beindítanunk, mert a szülők, az édesanyák főleg minél hamarabb tudjanak visszamenni a munkahelyeikre. Úgyhogy elindítottuk a pályázatot, projekt, stb. Hát körülbelül egy 4 éves folyamatnak vagyunk most a végén. A korszerű épületben 2 csoportszobát alakítottak ki, amelyben összesen 24 gyermek gondozását végzik a nevelők. Az elmúlt években több nevelési-oktatási intézmény újult meg a településen és a térségben. Van bölcsöde, iskola, óvoda, és gyakorlatilag egy komoly fejlődés figyelhető meg az elmúlt években, nem csak Gáva Vencellőn, hanem a térségben is, hiszen topos forrásokból a 20 település közül, a választókerülethez Nyíregyháza mellett 20 település tartozik, 11 helyen építettünk bölcsödét, olyan helyeken is, ahol kisebb településeken, ahol még korábban nem volt, például Nagycserkeszen, vagy Tiszanagyfaluban, vagy Tiszadadán 70-es években szűnt meg, és most újra van bölcsödé. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat terület- és vidékfejlesztési programjában kiemelt helyen kezeli az iskola, óvoda és bölcsöde fejlesztéseket. Már a terveink megfogalmazásakor egy nagyon fontos cél volt az, hogy élhető településekről beszélhessünk, élhető közösségekről, és hát az élhető közösségeknek az alapja az mindig a gyerek. Tehát azok a fejlesztések, amelyek a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódnak, azok mindig prioritást élveztek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szempontjából is, és hát a bölcsődébe, óvodába befektetett források azok a legjobb befektetések. És nagyon örülünk annak, hogy itt Gáva Vencellőn korábban óvoda is megújult, most pedig itt a bölcsődének az átadóján lehetünk itt, és jó látni azt, hogy valóban a település a jövőben gondolkodik, és valóban azt a közösséget szeretné erősíteni, amely majd Gáva Vencellőt is nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész vármegyét is majd tovább viszi azon az úton, amelynek az a célja, hogy a következő 1000 esztendőben is magyarként tudjunk élni itt a Kárpát-medence közepén, és hát bízunk benne, hogy majd 10-20-30-40 év múlva majd az utánunk következő nemzedékek is hasonlóképpen fognak gondolkodni. A Gáva Vencellői csicsergő bölcsöde építésére a terület- és településfejlesztési operatív programból több mint 314 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat.